Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt Elite. Már sokat gondolkoztunk, hogy a videójátékokban, a videójátékos közösségben megtalálható toxikusságot valahogy feldolgozzuk egy videóban. Felmerült, hogy összeszedjük a legtoxikusabb közösséggel rendelkező videójátékokat, de úgy éreztem, azt könnyű lenne úgy érteni, mintha mi is csak toxikus módon beszólnánk azoknak, akik ezzel a játékkal játszanak. Én viszont azt szeretném, ha valami kis változás indulna ebben, ha újra jó érzés lenne online multiplayer játékokkal játszani, és tudnának közösségek kialakulni. Úgyhogy a mai videóban megnézzük kicsit, mi is ez a toxikusság az online játékokban, milyen olyan tipikus formái vannak, amik a legidegesítőbbek, és aztán a végén még arra is kitérünk, hogy esetleg ha te nem vagy toxikus játékos, mit is tehetnél ellene. Tehát kezdjük egy rövid definícióval. Mi a halál az a toxikus viselkedés? Ma már rengeteg kontextusban halljuk ezt a szót, és jobb tisztázni egy kicsit, mielőtt részletekbe megyünk. A szó az angol mérgező kifejezésből jön, és bár gyakran szokták simán csak mérgező embernek hívni, én azért használnám a toxikus szót, mert pszichológiai értelemben ezt szokták használni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az emberi kapcsolatok alapvető lényege, hogy építsék mindkét felet, a toxikus kapcsolatok viszont azok, amik rombolnak. A toxikus viselkedés tehát az, ami kifejezetten káros, negatív hatást gyakorol rád, felzaklat, stb. Pedig nem kéne, hogy ilyen legyen egy kapcsolat. Tehát például felzaklat az is, hogyha látsz egy égő házat, de az normális, hogy felzaklat, hiszen az egy felzaklató dolog. Az viszont, hogy együtt játszol valakivel, vagy együtt utazol valakivel, vagy egy osztályba jársz valakivel, önmagában nem kéne felzaklatónak lennie, viszont egy toxikus ember azzá tudja tenni. Na és akkor most nézzünk konkrét példákat, hogy hogy is történik ez. Egy toxikus játékos nagy valószínűséggel dühös. Valószínűleg haragszik a világra, a csapattársaira, az ellenfeleire, a játékfejlesztőire, a csapattársak szüleire, az ellenfelek szüleire, a játékfejlesztőnek szüleire. Értitek. Az a baj, hogy nem szórakozik, és emiatt másokat hibáztat, pedig ugye mind tudjuk, hogy a szórakozás a saját fejedben dől el. Na de egy toxikus játékos nem fogja fel, és elkezd mindenkit szídni a már előbb említett listáról. Teszi ezt akár a cseten, hogyha olyan a játék, ahol van ideje gépelni, vagy van egyáltalán globális cset. A legrosszabb verzió az, aki pedig szimplán fogja és a mikrofonba ordít. Ordít, mikor meghal, ordít, mikor te meghalsz, és mindennek elhord. A legrosszabb esetben ez az egyik csapattársad, aki így viselkedik, és nem érti, hogy miért nem játszol jól. Azt mondja, meg kéne tanulnod jobban játszani, mielőtt az ő nemes és tökéletes csapatába belépsz. Persze ezeket többnyire valamilyen matchmaking szolgáltatással összeállított csapatban teszi, szóval ez legkevésbé lehet a te hibád. Szerencsére ezzel a játékossal könnyű elbánni, fogod és lenémítod. Tényleg, rengeteg játék sokkal szórakoztatóbb lesz, amint mutolsz mindenkit. Nyilván a probléma ott van, amikor fontos a kommunikáció csapattársak között, és ezért nem opció, hogy egyszerűen lenémítod a beszélgetést. Na hát, ha valaki kérdezi, miért nem merültem el sosem mélyebben a LOL-ban, akkor az emiatt van. Bár igazából most, hogy kivették az olcsetet, talán érdemes visszanézni. És ennek a mindenféle beszólogatásnak egy talán másik verziója, amikor nem leszólod a másikat, hanem direkt provokálod. Ezt én a GG Easy kategória alá szoktam rakni, nézzünk is egy elméleti példát. Egy szoros meccset játszol egy másik csapattal, teljesen matchmade játék, senki nem ismer senkit. Egész sokáig ti vezettek, és elég sokszor úgy tűnik, hogy épp hogy csak egy kicsi plusszal, de ti nyertek. Aztán az utolsó pillanatban valaki a ti csapatotokból hibázik, vagy a másik csapat játékosa húz be valami elképesztő move-ot, megfordítják a meccset, és végül ők győzedelmeskednek. És akkor a meccs végén az ellenfél csapat egyik játékosa a chatbe csak annyit ír, GG, easy, azaz good game, könnyű volt. És te pedig erre a nyilvánvaló provokálásra csak felhúzni tudod magad. Nehéz is eldönteni, mi is ezzel pontosan a céljuk. Talán ilyenkor, aki ezt beírja, tényleg elhiszi magáról, hogy akkora Isten császár? Kinek hazudik, amikor azt mondja, hogy könnyű volt? Ha csak simán GG-t írsz a meccs végén, sokkal több értelme van, mint így. Na és az eddigi két kategória az olyan, hogy szimplán csak néhány szöveges vagy hangüzenettel próbál idegesíteni, viszont van egy sokkal rosszabb kategória, a griefing. Mi is pontosan az a griefing? Honnan jön ez a szó? Igen, gyászt is jelent, de alapvetően csak szimplán egy másik szó az idegesítő érzésre. A videójátékok kontextusában viszont egy egész specifikus dologra szoktuk használni. Amikor valaki valami olyan dolgot csinál veled, amivel szándékosan máshogy játszik, mint ahogy eredetileg kéne, csak azért, hogy hátráltasson téged.
grifelésnek számít például az, hogyha egy játékban lerombolja, amit építettél. Tudod, mint az Oviban a homokozóban, ez egy rendszeres dolog volt, csak van, aki mondjuk 5 évesen kinövi ezt, van, aki pedig még egész sokáig felnőttként is csinálja. De grifelés az is, amikor valaki kifejezetten szabotálja a meccset, hogy a másik csapat nyerjen, és hogy bebizonyíthassa, hogy igenis rossz játékos vagy. Itt is talán valahogy lehet érteni a motivációt, bármennyire is hülyeség. Van, akinek az a szórakozás, hogyha a másik nem szórakozik. Ilyen van. A legrosszabb ebben, hogyha a csapattársad csinál ilyet, ugyanis milyenkor a jó megoldás? Kilépsz a meccsből és ott hagyod őt. Ami viszont valójában megint egy grifelés, hiszen ezzel is hátráltatod a te csapattársaidat, hogyha kilépsz, ezért ez egy csomó online játékban valamilyen szinten büntetve is van. Szóval legtöbbször a griferekkel nincs más lehetőséged, mint tűrni, amit csinálnak, de amikor ki tudsz lépni, akkor inkább hagyd ott őket. És ha már felhoztuk, akkor beszéljünk a kilépésről is. Nincs annál frusztrálóbb, mint amikor egy csapatjátékban hirtelen egyen kevesebben vagytok. Sokan vannak, akik belépnek egy játékba, meglátják, hogy milyen rangú játékosokkal hozta őket össze a sors, és inkább kilépnek és újat indítanak. Kérdés, hogy az adott játékban van-e például utólagos pótlásra lehetőség, tehát hogy bedob-e valakit az üres csapatba, de általában még ha be is hoz valakit, már akkor is késő. Főleg, hogy sokan vannak, akik mondjuk nem lépnek ki a játékból ilyen helyzetben, csak szimplán ott hagyják a karakterüket a kezdőponton és ott lafkolnak. Persze, megint olyan dolgokról beszélünk, amiről a fejlesztők tudnak és igyekeznek tenni ellene, de valójában ez lehetetlen. Hiszen ha büntet a játék azért, mert elhagysz egy futó meccset, akkor mi véd meg az ellen, ha mondjuk megszakad az interneted? Van bizony játék, ahol akkor is büntetve vagy, ha önhibádon kívül kellett kilépned. Ez megint csak nem igazságos, és nehéz meghúzni, hol van ennek az igazságoságnak a határa. És sajnos szintén a grifeléshez tartozik a csalás is. Már egy komplett videóban próbáltuk boncolgatni, vajon milyen lelkiállapot vesz rá valakit, hogy csaláshoz forduljon, és hogy mit lehet ellene tenni. Sajnos ebben az a legrosszabb, hogy te, játékosként nem tudsz ellene semmit tenni. Csak nézed, ahogy az Apexben az ellenfél ötszörös sebességgel száguldozik a pályán, vagy bármelyik játék killcamjában látod, hogy az ellenfele célkeresztje instant a fejedre ugrik. És nyilván van egy csomó csalás, amiről nem is tudhatod, hogy tényleg csalás-e, vagy csak ügyes a játékos. Minden esetre az biztos, hogy a csalók nagyon sok ingyenes online játék élményét teljesen tropára vágják. Nyilván azért itt vannak a legtöbben, mert itt még ha el is kapják őket, könnyedén új felhasználót regisztrálnak, szinte azonnal. Talán azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy az Xbox fejlesztése kapcsán a legrosszabb döntés az volt, hogy lehetővé tették az utólagos üzenetküldést azoknak, akikkel együtt játszottál. Gyakorlatilag a toxikus játékosok önálló alfajának számítanak azok, akik Xbox Live hangüzeneteket hagynak egy-egy meccs után. De tényleg, mintha kifejezetten az lett volna a cél a funkció kifejlesztésekor, hogy az ilyen éretlen, rédzselő kisgyerekek számára minél könnyebbé tegyék az üzenetküldést. Az Xbox 360-hoz még árulták ezt a félfűre köthető olcsó headsetet, amivel nagyon, de tényleg nagyon sok játékos adtak hangkommunikációra lehetőséget, tekintve, hogy az alap Xbox kontrolleren mindjárt volt egy jackdugó is ehhez a headsethez. Ezen kívül meccs után nagyon könnyű volt szimplán megkeresni, kikkel játszottál együtt és azonnal hangüzenetet küldeni. Így ikonikus jelenségé vált, hogy megpróbálod kibírni, végighallgatni vagy csak kitörölni az üzeneteket, amiben 9 évesek visítoznak veled, hogy miért játszol ilyen szarul, reméljük, hogy meghalsz, ja, és igen, a családtagjaiddal is közösültek már. Hey. You're just mad because I'll be able to do something with my guitar and hands that you'll never be able to achieve in your entire life, kid. So yeah, you're gay. Nyilván, amikor ezt a rendszert először kiépítették, még az internetes játékok kezdetlegesebb szinten voltak, sőt, ugyebár épp az Xbox Live szolgáltatás volt az egyik nagy ugrás, ami az online játékokat hirtelen rengeteg játékos előtt nyitotta meg, így a fejlesztők nem pontosan tudták, milyen Pandora szerencéjét nyitnak ki ezzel. Minden esetre ez az utólagos üzengetés egy borzasztó emléke, sajnos még mind a mai napig felkeresheted a legutóbbi játékosokat. És most persze innen nézve ez sajnos, de igazából barátokat is szerezhetsz így. Ez az online kommunikáció ilyen kétélű dolog. És itt a videó végéhez közelítve érkezünk el az igazán toxikus dolgokhoz, és mindenképpen az egyik legveszélyesebb ezek közül a doxolás és a swattolás. A doxolás jelensége az, amikor valaki kiderítik egy célszemély lakcímét, majd azt nyilvánossá teszik. Ezzel már amúgy egy komplett külön videóban is foglalkoztunk, hiszen sok streamerrel előfordult már, hogy kéretlen ajándékokat kaptak a címükre, sőt olyan is volt, aki már olyan mennyiségű szemetet kapott folyamatosan, hogy kénytelen volt elköltözni. És bár tény is való, hogy ez egy borzasztóan kellemetlen helyzet, hogy random csomagokat, kaját, stb. Küld
üldözgetnek neked, van egy kifejezetten veszélyes változata is, amiről már biztosan hallottatok, ez pedig a SWAT-tolás. A nevét egyértelműen az amerikai rendőrség különleges fegyveres alakulatáról, a SWAT-ról kapta. Ugyanis van, akinek a címével kapcsolatban ilyen-olyan módon elérik, hogy a rendőrség kérdezés nélkül betörhessen, sajnos vagy nem sajnos, a jogszabályok értelmében van olyan helyzet, amikor erre fel vannak hatalmazva. Ilyenkor pedig a történetnek, tekintve, hogy éles lőfegyverek is vannak az egyenletben, nagyon megrázó és durva vége lehet. Nem egy esetben végződött halállal a SWAT-tolás, ilyenkor pedig az elkövető börtönbe is kellett, hogy vonuljon. És itt már komolyan nem értem, hogy ki az, aki ezt viccesnek találja, vagy aki számára ez bármilyen pozitív érzést okoz. Persze feltételezem, aki szerint ez vicces, az nem is nézi ezt a videót, vagy nem is jutott el ide, úgyhogy valószínűleg hiába beszélek. És még a végére akartam bigyeszteni egy olyat is, amit nem feltétlenül játékban csinálnak egyesek, viszont a videójátékokkal kapcsolatos. Ha esetleg láttátok a kritikánkat a GTA The Trilogy Definitive Editionről, akkor biztosan érzékeltétek, hogy mérges voltam a játék miatt. Haragudtam a Rockstarra, hogy egy ilyen projektet engedtek ki a kezük közül, és nyilván haragudtam a Grove Street Gamesre is, amiért ezt megcsinálták. Viszont pontosan tudom, hogy ők is csak emberek, ők is csak csinálják a dolgokat, és magukra, a fejlesztőkre személyesen nem haragszom. Azért, mert nekem nem tetszik valami, az csak és kizárólag arra valamire vonatkozik, nem kívánok rosszat azoknak, akik csinálták. Ez sajnos nem mindenkivel van így. Nem egy olyan eset volt a közelmúltban, amikor a játékosok valamilyen játékban nem azt kapták, amit szerettek volna, ezért halálos fenyegetéseket küldözgettek a játékfejlesztőinek. Épp nemrégiben, még a Battlefield 2042 megjelenése előtt a béta során egy fejlesztő írta ki Twitterre, hogy a csapat konkrétan halálos fenyegetéseket is kap a béta állapotáért. De emlékezetes az az eset is, amikor a The Last of Us 2-höz kapcsolódó utálat Laura Bailyn csattant, aki Abby hangját kölcsönözte. Igen, volt olyan, aki konkrétan azt írta neki, hogy meg akarja őt ölni azért, amit Joellel tett. Egy színészt, akinek nyilvánvalóan semmi köze nem volt még a játék fejlesztéséhez, írásához sem, pusztán a hangját és mozdulatait kölcsönözte a karakternek. És így ennyi sztori után kicsit reménytelennek tűnhet ez az egész, pedig erről szó sincs. Kutatások igazolják, hogy a viselkedések képesek terjedni, és akivel rosszul viselkednek, az maga is ezt fogja továbbadni. Viszont ez mind a két irányba igaz. Ha toxikus viselkedést tapasztalsz, akkor te még mindig reagálhatsz kedvesen. Tehetsz erőfeszítést, hogy te legyél a meccs végén az, aki megdicséri a többieket, aki csak annyit beír, hogy GG. Ha pedig olyanokat látsz toxikusan viselkedni, akiket személyesen is ismersz, akkor pedig iszonyú sokat számít, ha már csak annyit mondasz neki, hogy hé, haver, ezt azért nem kéne. Mindenki tudja, hogy a toxikusság mennyire nagy probléma a videójátékokban, hiszen ellenőrizetlenül, névtelenül mindenkinek nagy az arca, és sajnos előjönnek ezek a rejtett frusztrációk. A játékfejlesztő stúdiók is folyamatosan dolgoznak azon, hogy így vagy úgy korlátot szabjanak neki, de mellette te is tehetsz ellene, ha hajlandó vagy felszólalni akkor, amikor ilyet látsz. Nyilván az is hozzátartozik, hogy aki így viselkedik, az meg ne viselkedjen így, viszont azzal is mind tisztában lehetünk, hogy ők nagy valószínűséggel nem nézik ezt a videót. Ti milyen toxikus viselkedéssel szoktatok találkozni? Felszoktatok szólalni ellene, vagy inkább csak némítotok? Beszélgessünk róla a komment szekcióban, vagy a Discord szerverünkön, ehhez linket találsz a leírásban. Ha pedig szeretnél egy nem toxikus, chill közösségben streameket nézni, akkor gyere Twitchre is, hogy ne maradj le az élőadásokról. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menü gaming perifériákat, gamer és e-sport meccseket, és még csomó minden más hasznos, amit találsz. Várunk legközelebb is!